Idén jubilál a Cervinus Művészeti Fesztivál, és végre az online tér után élőben is követhetjük a szarvast, mégpedig július 14-től 27-ig. Vendégeim dr. Dósa Zsuzsa és Vanya Tímea, aki idén először ízleli meg a szabadtéri amfiteátrum varázsát. De mégis 2021-ben hogyan lehet fesztivált gyártani így a vírus helyzet után? Mennyire izzasztó kivitelezés ez? Hát szerintem pontosan ugyanúgy lehet gyártani, mint 2011-ben, 12-ben, 13-ban is, nem sorolom végig. Mi azért készültünk rá, tehát bevallom őszintén. Mi reménykedtünk abban, hogy amikor mi elérjük ezt a dátumot, amikor eljön a nyár, addigra sokkal könnyebb lesz az életünk, és akár a szervezésben, akár a műsorösszeállításban nem álltunk meg, hiszen ezt tudja a kedves közönség, hogy a próbákkal se álltunk meg, annak ellenére, hogy nem tudtuk az előadásokat ősszel bemutatni, annak ellenére minden előadást elkészítettünk, és hát íme itt az alkalom, mert most rendhagyó módon nem bent a Cervinus Teátrum színháztermében, hanem itt kín ebben a gyönyörű környezetben mutatjuk be először az új produkcióinkat. Hát igen, az időjárás is azért mutatja, hogy szabad téren vagyunk, hiszen nagyban süt a nap és fúj a szél. Ez téged mennyire inspirál? Van-e benned bármilyen félsz a szabadtértől? Félsz nincs bennem, inkább izgalom van bennem, és ennek a vízi színpadnak azért van egy ilyen különleges atmoszférája, ami szerintem csak erről a színpadról mondható el, ez mégiscsak egy ilyen kis ékszerdoboz szerintem az egész országban, és hát nagyon örülök, hogy túl vagyunk az elmúlt egy éven, mert nagyon-nagyon nehéz volt, mint színészként, mint színházi emberként bárhogy helytállni. Úgyhogy július 17-én a Sors Bolondjai című darabban, amit a Zsuzsa rendezett, abban mutatom meg először itt magam a Szarvasi Vízi Színpadon. A színházi hiányunkat mégis a 14 napban hogyan tudja feltölteni a Cervinus Teátrum? Nagyon színes programot kínálunk, azt gondolom, tehát, hogy mindenkinek próbálunk szája íze szerint, hiszen különböző műfajok vannak, a gyerekdaraboktól, amit én családi daraboknak hívok, vagy családi előadásoknak, hiszen nálunk a meseprodukciók is úgy készülnek, hogy a felnőtt közönség is jól érezze magát, ne csak a gyermekek. A musicalen át, a show műsorig, a kabaréig, a felolvasó színházig, tehát tényleg érdemes lapozgatni, van egy műsorfüzetünk, most már ez eljutott a közönséghez, érdemes lapozgatni és érdemes választani. Egy dolog, ami nagyon fontos összetevője a mi fesztiválunknak, az a jókedv. Mi nagyon jó kedvel készülünk, még a legnehezebb pillanatokban sem veszítettük el a humorunkat és a jó kedvünket, és azt gondolom, hogy ez a jó kedv és az a közös együttlét az át fog ragadni a közönségre is, úgyhogy együtt fogunk ünnepelni. Én mindig állítom azt, hogy a főszereplő a színpadon, persze a színész, a táncos, de a főszereplő egy színházban mindig a néző, úgyhogy mi a nézőinknek szeretnénk kedvezni. És te milyen karakter vagy, mennyire vagy vicces nő, vagy inkább a komolyabb darabok dukálnak a te létezésedhez? Hát azt mondják elvileg, hogy én komika vagyok, bár nagyon-nagyon érzem magamban a drámai vonalat is, úgyhogy remélem majd ezt is sikerül megmutatnom, de a Sors Bolondjaiban egy mindenképpen vicces karakterként jelenek meg. Bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de a drámai vonalat én is érzem benned, és ezt most komolyan mondom színészként, tehát hogyha ennyit mondhatok, hiszen együtt dolgoztunk mi ketten elég hosszan, hogyha ennyit mondhatok, akkor a Timi egy nagyon szerencsés színész alkat, hiszen a játékhoz is egy hihetetlen érzéke van, de bizony a Sors Bolondjaiban is vannak olyan pillanatok, drámai pillanatok, amikor azt kell mondjam, hogy ha akkora csendet tudott teremteni az érzelmeivel, a komoly érzelmeivel, hogyha ott leesett volna egy gombostű, akkor bizony azt meghalljuk. Igen, és hát nagyon köszönöm szépen, hogy ezt mondod, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezzel a darabbal kezdek, és nagyon-nagyon kegyelmi állapot volt ezt a darabot próbálni a vírus helyzetben. Tényleg egy olyan ívet lehet befutni színészként. A szerepnek olyan íve van, hogy mindenféle kis érzelmi amplitudókon keresztül megy, és nagyon-nagyon durva lelki fiókokat nyitogat az emberben, úgyhogy a Zsuzsának pedig az a vénája, hogy nyilván ő színész, és úgy rendezett minket. Ennek meg volt egy ilyen különleges jó hangulata, és tényleg mindent a humorral éltünk túl, tehát volt minden, ami nehezítette a próba folyamatot, de mégis itt vagyunk, és ez a vízi színpadon lesz először most igazi nagy közönség előtt. És hát ugye azt
az azért el kell mondjuk, hogy ez egy műhelymunkás darab volt, tehát ezt piciben próbáltuk, nagyon-nagyon tudtunk vele szöszmötölni, nagyon-nagyon meg tudtuk csinálni, hol így, hol úgy, amire nincs mindig idő. Viszont most a szerencsétlenségben ez volt a szerencse, hogy ki tudtuk próbálni tényleg a jeleneteket mindenhogy, és minden érzelmet bele tudtunk vinni, és hát azért teljesen más lesz egy ilyen nagy színpadon megcsinálni ezt, de nagyon várom, nagyon-nagyon izgatott vagyok. Mennyire jó a fesztiválnak, amikor ilyen friss húsok érkeznek a színpadra? Természetesen ez egy kiváló dolog. Nem csak a fesztiválnak, a színháznak. Tehát azért azt is megszokhatta tőlünk a kedves közönség, hogy évről évre frissül a gárda, és évről évre bővül a gárda. Tehát, hogy ez a színház nem úgy működik, hogy ide hív valakit, aztán elfelejtődik. Mi nagyon szeretjük a tehetséges embereket. És azt is gondolom, hogy én hiszek a vonzás hatalmában. Tehát, hogy ennek a színháznak a milliója olyan, hogy hasonló gondolkodású embereket vonz, és hasonlóan elkötelezett embereket vonz. Nekem a színház a szerelmem, a színház csinálás a szerelmem, és az tűzön, vízen, jégen, egyéb helyzeteken át, mint ugye az elmúlt időszak is mutatta, át is szeretem csinálni, és akarom csinálni, és szeretem azokat, akik ugyanúgy gondolják, hogy szeretik csinálni, és akarják csinálni, és azt gondolom, hogy olyan társulat van itt, olyan társulat, olyan kollégák vesznek minket körbe, akik ezzel tudnak azonosulni. Mert az, hogy tehetségesek, az egy alapkérdés, tehát az föl se merül ez a kérdés, mert az van, és ehhez kell valami plusz. És én annak örülök, hogy ezek az emberek, akik becsatlakoznak hozzánk, ezek rendelkeznek ezzel a plusszal. Úgyhogy Timinek azért is különösképpen örülök, mert hasonló karakterű színésznünk nem volt eddig. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, nagyon munkás, nagyon felkészült, és hát igen, ezt neki kell kipróbálni. Én azt gondolom, hogy ha ő most egyszer föllép erre a deszkára, itt föllép a Víziszínház deszkáira, őt is nehéz lesz onnan lehívni. Igen, én is így érzem. Meg azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon meg vagyunk itt becsülve Szarvason színészként, tehát hogy azért ez nagyon sokat hozzátesz a munkához, hogy a színház összes dolgozója tényleg azon van, hogy ami kényelmünket szolgálja, és a kedvünkbe jár. Szóval azért így ebben a millióban nagyon-nagyon könnyű volt próbálni, és én például a próba folyamatok alatt hoztam le a két kisfiamat is, ugye édesanyámmal, amikor több napra itt voltunk, és nekünk olyan volt, mint egy mini nyaralás a próbákon kívül, és mindenben segítettek, akár a szállásban, akár bármiben, úgyhogy azért ezt el kell mondani, hogy ez nagyon megtisztelő, hogy minket itt így fogadnak. És te miért követed a Szarvast? Mennyire könnyű vagy nehéz meló beiktatni az életedbe, hogy leszöksz hozzánk ide Békés megyébe? A család elenged? Elenged a család, abszolút elenged a család, meg valahogy ilyen kis fészekre talált, amit úgy érzem. Nagyon jól esik lejönni, nagyon jól esik kijönni a városból. Nagyon korrektül meg van oldva, hogy általában ugye tömbösítve vannak a feladataink, tehát nem kell minden nap jönnünk, mennünk, hanem ügyesen meg van szervezve az itt tartózkodásunk. És hát a Békés megyének is van egy nagyon jó kisugárzása. Ez a Szarvas város pedig egy kifejezetten kultúrát igénylő és szerető város, ami minden szférában érződik. Tehát, hogy engem például a próba folyamat alatt már a postán itt Szarvason már megköszöntöttek, és azt mondták, hogy jaj, hát önt látjuk majd a színpadon, és mondtam, hogy igen, és nagyon-nagyon megtisztelő és jó érzés volt. Na és mi lesz még ezután? Hát igen. Józsa, én most számszerűsítettem, hogy végül is te hármas szerepkörben is fogsz forogni a víz fele. Rendezel, igazgatsz, és még játszol, és miből vagy te? Hogy bírod ezt az egészet? Igen, ezt már is feltettem ezt a kérdést. Ez most... Bocsánat, hogy ezt mondom, ez lehet, hogy így elsőre úgy hangzik, hogy ez egy ilyen bonyolult helyzet, de higgyel nekem a kedves közönség, hogy nem. Bonyolult helyzet, hiszen ha lebontjuk, mondjuk az ember otthon van, akkor egyszerre tud a gyerekével foglalkozni, főzni a vasárnapi ebédet és tologatni a porszívót. Tehát most leegyszerűsítettem. És most ugye, ha már humorizálni akarok, akkor mi lányok, ugye több helyre, több dologra tudunk egyszerre figyelni, tehát ez is egyelő, nem. Arról van szó, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember színházat csinálhasson, és fölléphessen a deszkára, vagy leülhessen a nézőtérre rendezőként, ahhoz meg kell teremteni a környezetet. És ez azzal a munkával jár, hogy akár pályázatokat kell írni, akár szervezni kell, akár egyeztetni kell, akár ki kell találni a következő műsortervet, akár riportot kell adni,
Ezek szükséges dolgok, szükséges jó dolgok, és ezeket fel kell tudni vállalni. Csak azon múlik, hogy hogy osztom be az időmet. Nekem volt időm arra, és tapasztalatom arra már az előző városomban és színházamban is, hogy meg kellett tanulnom, hogy hogy osztom be az időmet. És akkor ugyanúgy, mint az ebédnél van az első, második, harmadik fogás, meg a desszert, meg a nem tudom, meg a sajtocska, meg a gyümölcs, ugyanúgy van, csak úgy hívják, hogy egyeztetés, pályázatírás, próba, játszás, rendezés, szervezés, egyebek. Úgyhogy semmi különös nincs, de szeretni kell. Timi, te mennyire vagy jobb az időben? Most nem feltétlenül a nyári időjárásra gondolok, hanem például a Covid alatt volt esetleg ilyen időzavarod, vagy abszolút tudatos volt, vagy? Mindenem volt a Covid alatt. Mélypontok és magasságok egyben. A Covidom is volt, igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben elmondhatom, hogy a poklot és a mennyet is megjártam. Sose felejtem el a telefont, amikor csörgött a telefonom októberben, és így egy ilyen tápszeres üvegen keresztül és két legóni próbáltam eljutni a telefonomig, és akkor a Zsuzsa felhív volt, hogy lenne ez a produkció, és nagyon szeretné, hogyha jönnék, és annyit mondott, hogy hát mondom, nagyon megtisztelő, és hát, hogy így, és mondta, hogy nem kell semmit hozni, csak magadat, meg a humorodat. És akkor valahogy úgy az egésznek ez egy olyan jó, nekem ez egy emlékezetes pillanat volt, olyan jó szájízzel indultam, és valahogy úgy éreztem rögtön az elejétől, hogy szeretve vagyok. És hát mondom, a tavalyi év azért két kisgyermekkel otthon, nem volt könnyű nekem, a férjem is színházi szakmában dolgozott, műszaki vonalon sajnos teljesen váltania kellett már emiatt, a kialakult helyzet miatt, úgyhogy igazából tényleg túl voltunk sok-sok mélyponton, és például nekem a próba folyamat az egy ilyen olyan lelkitöltő volt, hogy nem is jöhetett volna jobbkor. Na, reméljük, a körösport ennyire nem fog megizzasztani. A kedves nézőinket pedig még arra buzdítom, hogy még egy beszélgetés erejéig tartsanak velem, velünk, hiszen még két meglepetés vendégem is lesz. Úgyhogy addig is kövessük a szarvas, mi pedig egyesítsük a karkötőinket, hiszen mindhármunknak jutott. Sziasztok!